Szavasztok szép jó napot! Mindenkit nagy szeretettel üdvözlünk, és láttátok a kiírásba, egy nagyon nagy kedvencemet hoztam el ismét nektek, és gondolom nem csak az enyém, hiszen nagyon sokan már ezt megkóstoltátok, akár étterembe, akár otthon elkészítve, hagymás, rostélyos, jó sok lioni hagymával a tetején majd. Na de nem szaladunk előre. Mutatjuk nektek az alapanyagokat ez egy csontos anyag még, csontos hátszín, csontos hostélyos, ugye ezt azonnal elő fogom készíteni, ki fogom csontozni, le fogom hátyázni, és ugye tényleg itt nagyon-nagyon fontos a bélszínnél, a hátszínnél, a szűznél elmondva, feltétlenül az összes hátját el kell távolítani, hiszen amikor sütnétek, összeugrana a hús, nagyon-nagyon kellemetlen, és nem jó végeredményt kapnátok, attól függetlenül, hogy az fogyasztható lenne, de higgyétek el, ezeket a dolgokat meg kell tenni, főleg bélszín, hátszín és a szűz esetében, tehát ezeket a hátjákat le kell egyszerűen szedni, meg kell tisztítani a húst. Na, nem is ragadunk le, és nagyon gyorsan megmutatom ezt a pár alapanyagot, amiből egy csodás ételt fogunk pattintani. Láthatok alapjaiba vöröshagymát, fokhagymát, mustát, a mustárt nem visszük túlzásba, azt is megmondom, majd megmutatom nektek miért. Ugye láthatjátok magát a gyönyörűséges húst, egy kis zöld arany, és majd csinálunk egy nagyon finom kis pecsenyelét neki, fölhasználjuk azt a zsíradékot, amiben sütünk, ide helyeztem egy kis vajat, egy kevés száraz vörösbot. Ugye az olaj magába én most csak annyit helyeztem itt ki, ami a pácoláshoz kell, tehát nem egy vastag, nem egy tartalmas olajba fogok pácolni, de ezt is megmutatom nektek. Koriander, színes bors és sót fogok felhasználni, de előre nem fogunk sózni. Ebből a páccal, amit majd megmutatok nektek, egy éjszakát ben fog állni a hűtőbe, és egy tökéletes, nagyon-nagyon finom hús fogunk kapni. Mindenképpen az egy éjszakásat javaslom, ha két vagy három napig van benn, higgyétek el, semmi gond. Ugye mindig szoktam említeni nektek, 3-4-5 fokos hűtő, ez kell, tehát ilyen 8-10-12 fokos hűtőket felejtsünk el, mert tönke megy a hús egyszerűen, tehát ezt nagyon fontos betartani. Amit esetleg itt nem tettem ki, és nem láthattok most, a Lioni hagymának a lisztet elenyésző, majd a végén foglalkozunk vele, tehát elindítjuk a csontozást. El is kezdhetjük kicsontozni nagyon gyorsan a húsit. Lényegében úgy fog történni, mint ha egy karaj csontoznánk ki. Tehát minden esetben az a lényeg, arra kell odafigyelni, hogy a csontra vágjunk rá, ugye ez nagyon fontos, és minél kevesebb hús maradjon a csonton, mondjuk ebből a szempontból, tehát azt is lehet alkalmazni, hogy kicsit több húst hagytok rajta, hogyha úgy tervezitek, mondjuk, hogy egy jó kis marhahúslevest készítetek el, vagy bármiféle hús alaplé, tehát a bátran többet rajta lehet hagyni. Egyszerűen megfogjátok, megkeresítek a csontokat, de nem is kell me látni, és egyszerűen szépen lefele haladva, óvatjával rávágtok a csontra, ugye ezt teljes mértékben lehet érezni, ahogy haladtok lefele. Itt, amikor teljesen leértetek, lesz egy nagyon pici törés, akkor egy 45 fokba le lehet vágni, és lényegében utána egy vízszintes mozdulattal már a csontra ismételten rávágva nézzétek meg, gyönyörű szépen kialakul, megkapjuk a húsnak a formáját, itt ezt a fagyjus részt ebbe a helyzetben le lehet vágni, és lényegében megkaptuk azt a húst, amivel fogunk dolgozni. Na most látjátok ezt a csontos részt, ezt ismételten, itt van egy pici lebejegy, nem érdekes, ismételten mutatom nektek. Akár körbe lehet, meg lehet tisztítani, és akár egy darálékba is bele lehet tenni ezt a apró húst úgy szintén a csontok között. Tehát teljesen úgy működik az egész, mintha egy karaj csontoznátok ki lényegében. Teljesen jó, szépen ki lehet tisztítani, vagy éppen így eltenni az egészet, és így menjen bele egy húsleves alapba, tökéletes, vagy épp még egy vadas alapba is elfér, hát ezt már ti tudjátok eldönteni. Egy kicsit szétrámoltunk, eltettük a csontokat és a leeső húsdarabokat. Kétféle hátját láthatok a húson, ugye van a vastag főső hátja. ezt egyébként kézzel is ki lehet szabadítani, azt is meg fogom mutatni. És ugye van alul ez a szivárványos háti, ehhez már mindenképpen kés szükséges. Egyszerűen megfogjátok, és kézzel el lehet kezdeni lefejteni. Tehát ehhez tényleg nem is kell kés, és egyszerűen ameddig elértek, és tudjátok húzni ez a szakasz az, akkor itt már nyugodtan lehet kés használni, és egy nagyon picit meglazítva vele tovább húzni, és itt a vége fele már tudtok ismételten vágni fagyús részt, ezt ismételten húslevesbe vagy bármiféle alapba el lehet tenni. Megfogom a kést, és egy nagyon picit meglazítva ezt a hús réteget szépen elkezdem visszafejteni, odáig, hogy már a szivárványos hátjának a végét lássam, és ezt már ti is látjátok. Megfogom a csontozókést, felszújunk és gyönyörű szépen, ez egy vastagabb hátja réteg, elkezdjük akár két-három rétegbe lefejteni. Ugye hát itt is az a cél, hogy minél kevesebb húst hagyjunk a Hártyán, vagy ha éppen úgy tervezitek, mint mondtam, akkor egy kicsit rajta lehet hagyni, tehát tényleg egy ilyen húsleves alapba tökéletes a hátja rész egy nagyon pici hússal. Na most látjátok, ismételten van egy hátja rész, ezt elkezdem visszabontani. Ez egy enyhén zsírosabb hátyás rész, ezt mondjuk el lehet tenni egy tokányba, vagy bármiféle húsba, vagy pontosan bármiféle ételbe, és úgy szintén ezt is akár le lehet visszafele hátyázni egy nagyobb késsel. Hozok is ide egyet, ezt félretesszük, és mutatom nektek egyszerűen itt bevágtok, és nézzétek meg pillanatok alatt, jön a hátja, pillanatok alatt végig tudok menni rajta, és minél kevesebb veszteségünk van így természetesen, ez a hátja rész jöhet ide, és innen ismételten ezt meg fogom tenni. Teljesen patent, és meg is szabadultunk a hátjától. Tehát ez mondjuk, itt még maradt egy nagyon pici, ez mondjuk mehet egy akár eltéve egy marha tokányba, egy borsos tokányba, tökéletes. Ez a pici fagyú, ez maradhat rajta, hiszen amikor kisütitek a húst, ez a fagyú rész, ez meg fog sülni, vagy éppen ez is mehet húslevesbe. Ti döntitek el. Meg vagyunk a húsnak a tisztításával, nincs más hátra szeletelés. Egyetlen egy mondat a szeletelésről, lehet többféle dolgot alkalmazni, azaz, tehát föl lehet vágni jó újnyi vastagra a hátszín, vagy éppen lehet egy gyönyörű, szép, nyitott szeletet csinálni. Hát én mind a kettő fajtát megmutatom. Ha nem megy másképp nektek, vagy úgy a szimpatikus, ide teszitek az újatokat, és még akár 1-2 mm-t ráhagytok, ugye legyen tartása a húsnak, és itt is kétféle dolog létezik. Vagy így levágjátok, egy kicsit kézzel megnyomkodjátok, annyi, vagy éppen kloffolóval tényleg két három laza mozdulattal megütitek, nejlon között természetesen, és úgy kerül rá majd a fűszer és a mustár, azt is mutatni fogom. Na hát levágjuk az első szeletet, nézzétek meg, csodálatos, nem is kell róla mit mondanom, és jöjjön mondjuk egy nyitott szelet, amit természetesen, nézzétek meg, nem vágok végig, éppen majdnem, hogy végigvágtam, jöhet még egy szeletke, azt végigvágom, és így ebbe a helyzetbe, így már rásegítvén, hogy nyíljon ki azért természetesen, így fogjuk megkapni a nyitott szeletet, amit viszont mindenképpen egy nagyon picit nejlon között ki tehát akkor éritek el azt a hatást, amire számítotok, amikor megfogjátok, kézzel lenyomjátok, és már sehol nem rúg vissza a hús, ebbe a helyzetbe ez el is következett, tehát ez egy nyitott szelet, itt mindenképpen egy nagyon picit meg kell ütni, tehát itt nem elég az, hogy kézzel megnyomkodom, egy nagyon picit üssétek meg, és látjátok, nálam még egy nagyon picit fagyott a hús, fagyott hússal nem dolgozunk, tudjátok, én most a videó kedvéért mutattam ezt is meg nektek, ugye a kivétel erősíti a szabályt. Na, egy nyitott, egy sima szelet, a többit már sima szeletre hagyom, meg fogom ezt a sütést is, és azt a sütést is mutatni nektek. Mehetünk is tovább, és bocsássatok meg ezért a kis előkészítésért, feldolgozásért, de higgyétek el, nagyon sok esetben avval találkoztok majd, hogyha csontos hátszint tudtok venni az üzletbe, anyagilag sokkal jobban ki is jöttök, fel tudjátok dolgozni a csontját, a hártyáját, a húsrészeket, pontosabban a leeső kis hús darabokat. Tehát én azért mutattam meg, akinek ez nem színpi, az természetesen akár a recept kezdetéig oda tud tekerni, akit érdekel ez a téma, nyilvánvaló meg tudja nézni. Nyitott szelet kihelyeztem egy nejlóra, kettévágtam egy nejlont, nejlon között érdemes klófolni, tudjátok, és nem csak úgy, hogyha a nejlon a tetején van, érdemes alá is tenni, hiszen megóvjátok a deszkát, nem kell takarítani, és sorolhatnám, és a húsnak a szerkezete is sokkal jobban egybe marad, tehát nem bántjuk, nem sértjük meg a húst, ha így mondhatnám nektek. Itt nagyon gyorsan megmutatom nektek a tányéron, mivel hagymás rostélyos, és látni itt a vastagságot, mikre vágtam, ez egy jó 2 cm vastagság, és nyilván itt is elmondom, a megfigyelők miatt, hogy ez nem szék, tehát a széket csináltam volna, akkor 4 cm vágom vágom, 3,54-re vastagon hagyom, ez egy hagymás rostélyos, amit azonnal ki is fogok loffolni, ennek a menetét megmutatván, tehát nejlon között, és mutatom itt is a vastagságot, elkezdem klopfolni, Nagyon-nagyon óvatosan adok neki, és főként a nyitás, ahol történt a nyitás, ott ploffolom meg igazán. A széleit éppen-éppen nagyon picit, és itt ebbe a helyzetbe be is fejeztem. Nézzétek meg, fölemelem, hogy Alika jobban meg tudja mutatni. Nézzétek meg, csodálatos, nincs szétverve, de még mindig megvan az oldal tartása, tehát így fogunk eljárni. Nagyon gyorsan mutatom, és már haladunk is tovább ebbe a helyzetbe. Itt csak egy oldala mutatom meg, a többinél meg fogom tenni. Egyszerűen rátöröm a színes borsot, reméljük elindul belőle. Majd ki fogom cserélni ezeket a darálókat, mert már kezdik elhagyni magukat. Jöhet rá a koriander, és természetesen mind a kettő fűszer ízlés szerint ide hoztam a mustát magamba, egy laza mozdulattal, és szándékosan nem teszek sokat rá, ennyi összesen a bepácolása, pontosabban a befűszerezése, mustározása, hiszen majd még olajjal át fogom ezt tenni, miután elkészültem az összesen, el, azt is megmutatom nektek. tovább is léphetünk, és amit nem láthattatok, és avval, hogy már nem menjen az idő, egy kis apróság a meghatározott mennyiségű olajba, amit majd kiírok nektek, egyszerűen belereszeltem egy három gereszt fokhagymát összesen, átforgattam a hússal, és ugye ebbe a helyzetbe állít nekünk most az olajos hús bepácolva, jöhet egy sütőpapír, vagy éppen ha van egy zsírpapírotok, teljesen tökéletes, szépen megfogom, le fogom csepegtetni egy nagyon picit az olajtól a húst, és egyszerűen egymásra fogom azokat halmozni, be fogom csomagolni, és ugye jelen pillanatban ennél a receptnél most egyetlen egy éjszakát fog a hűtőben állni, de természetesen ez tovább is lehet vinni, a jéghideg hűtő összesen, ami meghatározza ezt a dolgot, tehát akár egy 3-4 napos pácot is tudtok így csinálni bőven, és nem kell konkrétan, hogy bő olajba ázzon, teljesen tökéletes. És látjátok, itt, itt föl is szedtem ezt az olajt egy nagyon pici marat, ezt át fogom szűrni, természetesen a sütésnél föl fogom használni. Egyszerűen megfogom és be fogom csomagolni ezt a húsit, és hoztam ide egy nejlom magamba, teljesen patent aláhajtva, bele fogom tenni a nejlomba, és így megy a jéghideg hűtőbe az égvilágon semmi baja nem lesz, csak tényleg azt a hűtő hőmérsékletet mindenképpen tartsátok be, holnap találkozunk. Újra szép jó napot mindenkinek! A husik beértek, egy éjszakát voltak a hűtőbe, de mint hangsúlyozom, tovább lehet tolni, akár két, három, négy nap, akár öt nap, semmi baja nem lesz, ha mindent betartotok, amit elmondtam. Hagyma fölkarikázva, és egy darabot meghagytam nektek, csak hogy ezt is lássátok, senki nem maradjon ki semmiből, de hiszen ez tényleg egy annyira egyszerű dolog, hogy mindenkinek menni fog egyszerűen föl kell csak karikázni, akinek esetleg gurul a hagyma, mert ugye ez gurul, ez olyan, akkor egy nagyon pici talpat kell vágni, ez a talp is jöhet ide, nyilvánvaló ki lehet csütni, és egyszerűen megfogjátok, nem gurul a hagyma, nagyon kényelmesen, és hangsúlyozom, nem kell nagyon vékonyra, legyen tartása a hagymának, ezt még el lehet vágni, kezi csókolom, és utána nézzétek meg, gyönyörű szépen szét lehet szedni, és ide készítettem már a lisztet, Lisztovics, egyszerűen bele fogom forgatni pillanatok alatt megleszünk vele és azonnal a húst is elkezdem sütni na jöhet egy adag hagyma bele egyébként itt a hagyma meghatározása pontosabban olyan értelemben hogy ki mennyivel szereti hát én egy ilyen 3-4 darab hagymát sütve lazán meg tudok enni na de hát majd mindenki eldönti hogy mennyi neki a kedves egyelőre a hagymát nem sózom le tudjátok ha most lesóztam volna a hagymát az összeesne és sütés közben is ilyen gilbe gulba lenne, így szép feszes marad az. Miközben melegednek az olajak, természetesen a leges legfontosabb dolog, ne felejtsétek el, frissen, idén meg kell sózni az összes húst, és nyilván a másik oldalát is. Innentől kezdve nagyon gyorsak leszünk, felgyorsul a folyamat, hiszen azonnal tudjuk kezdeni sütni a húst, és vele egyetembe sül a jóféle kis hagyma, lioni hagyma amivel jól meg fogom pakolni a húsnak a tetejét és menet közben a feleségem kint süti a sülvurgonyát hát ugye ez most nem egy olyan konyha, nem egy négy lapos tűzhely de meg tudjuk oldani lényegében amit ezt szeretnék még mondani a hússal kapcsolatban egy apróság ha kivettétek a hűtőből, ugye már dolgoznátok vele ezt tegyétek meg egy másfél-két órával előtte tehát szobahőmérsékleten, konyha hőmérsékleten pihenjen ki a hús. Jöhet az első szelet, és azonnal teszem is mellé a sült hagymát. A hús nem kell piszkálni, körülbelül két-két perc oldalanként kivesszük, egy picit pihentetjük, és menet közben én már sütöm is a hagymát tökéletes. Ez tűzforró olajba, egy olyan 190 fokos olajba meg is történhet azonnal. meg is sült az első szelet szépséges hátszínű egyszerűen megfogom, kiteszem egy tányérba egy fóliát teszek rá el, és elvisszük pihenni jöhet a többi hús lakasítése is gyönyörű szépen kisültek a hagymák nézzétek meg aranyszínű ennél jobban Isten őriz, nem kell megsütni. Ezt kilapátolom, nem sokára már tálalnánk, de tudjátok, van az a jó kis sült hús azonnal összeütöm a nagyon-nagyon kellemes kis szaftot rá. Visszamelegítettük a zsíradékot. Egy nagyon pici volt adok hozzá folyamatosan, természetesen kinek fusson, hozzácsolgatom, ezt ki fogom forralni, ez a 6-7 cm egyébként, vagy 7-8 cm nincs jelentősége, és folyamatosan ezeket a kis kockavajakat bele fogom forralni, és ezzel még nyakon fogom önteni a húst, és szinte mehetünk tényleg tálalni. Ez körülbelül egy olyan 3 perces folyamat, meg kell várni, hogy olvadjon el a vaj, és egy nagyon picit be fog sűrűsödni ez a nagyon finom pecsenyelő meg is vagyunk, ezzel a nagyon kellemes és visszaforradt pecsenyelével. Ugye annyit tekintünk összesen egy pici hideg vaj, vörös és látjátok el is zárom most a tűzhelyet, nagyon kellemesen, nézzétek meg, besűrűsödött, ezzel fogom nyakon önteni a husit, és mielőtt megtenném, kettő csipet összevágott petruskát, így teszek hozzá, hogy már elzártam a tűzhelyet. Ide hoztam egy szosziét, nézzétek meg, egyszerűen bele fogom csolgatni, kivisszük, nyakon öntjük a husit vele, és természetesen aki kér, az még használhat bőven belőle. El is készültünk ebből a finomsággal, és láthattátok, hogy mennyire, és tényleg roppant egyszerű ez az étel pár dologra kell odafigyelni, mint amit megmutattam, tényleg a lehátyázás nagyon-nagyon fontos, de nyilván nem csak a hátszínnél, hanem a bélszínnél is, vagy éppen a szűzpecsenyénél, ne ugorjon össze a hús, higgyétek el, rajta hagyjátok, nagyon-nagyon kellemetlen élmény lesz. A pácolást láttátok, tényleg egy-két napos páca, vagy akár még tovább is, hát láthattátok, van nekem párcos videóm, és van nem egy esetben, amikor például egy talját 6-7 napig is pácolok, de ugye megint az a kritérium, hogy legyen az a 3-4 fokos hűtő, hogy a hús jól érezze magát benne, ha így szabad fogalmaznom, tehát ne történjen semmi, ilyen 10, 10 fokos hűtőkbe nem szabad betenni húst, érlelődni, mert az igazából nem érlelődni fog, ha nem tudjátok, az megromlik előbb-utóbb, főleg, ha bőolajos pálcba teszitek, és esetleg le is sózzátok, mint említettem, azt nem szabad. Tehát sütés előtt fogjátok meg, egy kicsi só, kezi csókolom, a többi fűszer már rajta van, nem is kell semmivel foglalkozni, és ugye hát a húsokat figyelembe kell venni, hogy melyik hogy puhul, nyilván egy szűzpecsenye másképp puhul meg, mint egy szelet a szüzet nem kell annyira kivelni, a tarját ki lehet jobban venni, na de hiszen ezekről már mind beszéltünk, és próbáljatok meg ugye itt a marha borjú vonalon is minél fiatalabb húst választani, tehát ez azt jelenti, hogy ne legyen a nagyon-nagyon sötét színű, mert hát az annyival öregebb és idősebb állat húsából származik, ugye, és nehezebben puhul meg, de hát ezt se kell szerintem elmondani, ezt is tudjátok, de ez érvényes a sertés húsra is, tehát ott is mindenféleképpen a világosabbat érdemes megvenni. Készítettünk egy nagyon finom szószt, pontosabban egy pecsenyelét nézzétek meg, ugye kiforraltuk hideg vajjal, vörösborral, nagyon-nagyon finom ízhatás, Na most, akinek van kedve és nem szereti a vörösbort, ezt megteheti, amikor öntöm bele a vörösbort, vörösbor helyett beleönt, ugyanennyi vagy egy picivel több mennyiségű paradicsom levet, nem sűrítményt, levet, avval kiforralja, mehet hozzá hideg vaj, egy kis petrezselyem, higgyétek el, csodálatos élménybe lesz részletek. Egy pohárka száraz vörösbor, és ugye itt a jóféle kis házi kovászos uborkánk. Na most ebből is meg tudjátok nézni akár a kenyeres vagy éppen a, melyiket Alikám? Melyiket? Burgonyás. A burgonyás, így van, tehát a krumplis változatot, mind a kettő fön van, mind a kettő csodálatos, döntsétek el ti, hogy melyik a jobb, esetleg annyit még, hogy a burgonyával eltett változat, az egy kicsit roppanósabb, a kenyérel eltett változat egy picit puhább, és a kenyére eltett változat kicsit, savanykásabb vonal is, mint a burgonyába lehetett. Na, nem dumálok tovább, fogadjátok nagy-nagy szeretettel, fogyasszátok el nagy egészséggel, hamarosan ismételten jövünk egy újabb finomsággal, szevasztok!